vagyunk ehhez hozzászokva. Valószínűleg ez a 240-es ünnepi évnek is köszönhető, illetve egy pár remélem ékszerek között is található érdekes darabnak, amelyre szeretnék felhívni az Önök figyelmét. Ugye 278 darab közel 3 millió forint összkikiáltási áru ékszerrel indítjuk ezt a nagyon szép ünnepi évünket. A válogatásunk elsődleges szempontja az volt, hogy a megszokott, szokásos, tradicionális ékszer darabjaink közül mindenből valami különleges, szép, korban, technikában egyedit keressünk, válogassunk össze az anyagban. És a jó Isten segítségével úgy tűnik, hogy sikerült is. Reméljük, hogy a szakértő vásárlóknak is megnyeri majd a tetszését. A hosszú tél után, miközben készült a katalógus, várva a tavaszt egy ilyen nagyon kellemes, virágos, könnyed felvezetéssel szerettük volna indítani ezt az árverést, és gondoltuk, hogy így hangoljuk a vásárló közönséget, a komolyabb készeletre majd a későbbi oldalakon, itt az első oldalról beszélnék. Ezt szokásosan a későbbi tételeknél arany és ezüst női férfi ajándéktárgyakkal, szelencékkel, ékszerekkel folytattuk, és ekközé rejtettük, gyűjtöttünk össze egy nagyon kedves válogatást a 18. oldalra. Ezek a vöröskeresztes emlékérmek, illetve katonai jellegű tárgyak kerültek összegyűjtésre, és ezek közül az 50-es tételt szeretném Önöknek egy picit kiemelni, amely a méltán híres Florence Nightingale emlékére alapított magasrangú vöröskeresztes kitüntetést. Kérem,